A radonováci polgárok a múltban már többször kérték a helyi rendelő megnyitását. Több mint egy éves folyamat után végre teljesült a kérésük. Az átadáson megjelent helyiek közül az idős lakosoknak jelent legtöbbet az egészségház. Sokat fog segíteni, pláne azoknak, akik föntről vannak, az erdő alul jönnek lefelé, hogy nem egész ki Palicsra, hanem azért csak itt közelebb, egy pár kilométerre közelebb van. Nem messze lakunk, és az nagyon jó lenne, ha működne. Az ünnepélyes átadáson a város, a szabadkai egészségházak és a helyi közösség vezetői voltak jelen. A rendelőben dolgozó orvos és nővérek hétfőn és pénteken reggel 7-től délután 2-ig, míg szerdán délután 1-től este 8-ig fogadják a pácienseket. Ez a beosztás azonban még változhat, Mila Bogdanovics, Tujmić, a szabadkai egészségházak igazgatója szerint. Ako bude imala potpisan dovoljan broj izjava, mi ćemo proširiti da ona radi tokom cele nedelje. Az épület felújításához és átalakításához a tartományi egészségügyi titkárság 2.250.000 dinárral járult hozzá. A város a bútorokat, a helyi közösség pedig a fűtést biztosította. A szabadkai egészségházak feladata a szükséges műszerek beszerzése volt. Csengeri Attila egészségügyi tanácsos elmondta, a rendelőn kívül további fejlesztéseket is terveznek. Már érkezett egy olyan kezdeményezés, hogy jó lenne egy gyógyszertár is, hogyha lenne itt, hiszen egy olyan településről van szó, ahol sok az idős polgár. A következő lépés tehát egy gyógyszertár megnyitása lesz. Az általános orvosi ellátás problémája Radonovácon azonban már megoldottnak látszik.